Filmet forgatnak Komáromban. A Schindler ágott a naplója című alkotás egy részét az Öregvár területén veszik fel. Zdenyek Irászki cserendező dokumentumjátékfilmje olyan zsidó zenészekről szól, akiket 1938-tól származásuk miatt tilos volt foglalkoztatni, nem léphettek közönség elé. A forgatás egy része a komáromi Öregvárban zajlik. No, my jsme si vybrali Komárno z toho důvodu, že nikde jinde na Slovensku jsme nenašli prostředí, kde bychom mohli točit pro koncentrační tábory. A jelikož máme v tom našem filmu koncentračních táborů víc, tak jich tady děláme více pohromadě v různých koutech pevnosti. Tady děláme scény, které odpovídají pobytu Edith Kraus v Terezíně, Alice Flachové v Terezíně a v Osvětimi. Pak tady jsou scény s Honzou Čtvrtníkem, který hraje Karola Alberta, a to je koncentrační tábor v Mauthausen. Krausz Edith zongora művészt Bárdos Judit alakítja a filmben. Krausz Edith túlélte a koncentrációs tábort, és néhány nappal ezelőtt 100 évesen hunyt el. Az egész szimbolikus, mert rengeteg zene lesz benne, nincs szöveg, nincsenek dialógusok, és az az érdekes, és nekem nagyon nagy boldogság, hogy én ezt játszhatom, mert zongora művészt játszom, és szóval zongoradarabokat kellett megtanulnom, és koncertezek, meg itt van egy jelenet, amikor a koncentrációs táborban játszom, úgyhogy ez számomra nagy öröm. A tömegjelenetekben statisztaként naponta 60-100 komárom is szerepet kap. Kiválasztottak, és volt egy következő válogatás is, amikor pedig már kifejezetten jelenetekre válogatták az embereket. Most ebben a pillanatban, vagy ebben a jelenetben egy koncentrációs táborban lévő embert alakítok, viszont voltam már olyan is, akinek hajtania kellett a többieket, tehát mikor milyen szerepet kapunk éppen. Az egész estét betöltő dokumentumjátékfilm jövő májusban kerül a mozikba. Az elsősorban dokumentumfilmjeiről ismert Zdenyek Irászki 2 éve forgatta le első játékfilmjét, amely 4 cseh oroszlán díjat kapott. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.